Különböző statisztikák szerint egyre kevesebben méhészkednek, pedig nélkülük a méhek nem lennének képesek fennmaradni, hisz egész éves odafigyelést igényelnek. Igazából a 4 évszakban mindig van valami tenni a méhekkel. Télen kevesebbet, aztán kezdődik a tavasz, indul az élet, akkor már sok mindent kell csinálni. Ugye kell etetni őket, hogy, mert ugye ez úgy működik a méheknél, hogy ősszel fölötetjük őket. És hogyha elfogy a mézük, akkor elpusztul a család. Szóval oda kell figyelni az, hogy tavasszal legyen mézük, úgyhogy amíg van mélegelő, addig kitartsanak valahogy. És ezt pótolni kell. A szakemberek a méhek napjával és a május 20-ai világnappal is próbálják felhívni az emberek figyelmét a méhek fontosságára. Örülünk neki, hogy a méhek is kaptak egy napot, a világnapját, a méhek világnapját, mert megérdemlik, úgy gondolom. Amennyi hasznot hoznak itt a mezőgazdaságnak a gyümölcstermesztésben, meg az egyébben, az óriási, nem lehet pénzbe ezt szerintem elmondani, hogy milyen értéket képviselnek. Bagladi Tibor stábunknak elmondta, szerinte a klímaváltozás mellett az ágazat legnagyobb problémája a túlzott vegyszerezés.